Tisztelettel köszöntelek benneteket. Az a nép, nemzet, amelyik történelmi emlékeit nem ápolja, nemzeti hőseire, mártériaira nem emlékszik, az elveszti jövőjét. Nemzetünk joga és kötelessége a kárpátaljai egyházüldözések vértanúi emlékének ápolása. Ma néhai Járvai Dezsőről, a párciumi római katolikus papról, néhai keresztapámról szeretnék mesélni, aki 1904-ben született Szatmárnémetiben. 1944-ig Lázáriban volt plébános, majd Tiszaújlakon folytatta hivatását. Itt tartóztatták le, és ítélték 25 évre a következő váddal. A gyerekeket a katolicizmus szellemébe tanította, és ezzel elvonta őket az állami neveléstől, a szovjet valóságtól, ez az idézet. Miután fogolytáborban gyomor bélmérgezést kapott, és megjárta az ungvári börtönt, onnan 1951-ben a Sarkörön túli Norliszki munkatáborba vitték. 1945-ben már a Szovjetunió részeként szerepelt a térképeken Kárpátalja, és a román kommunizmus terhétől szenvedtek a párciumi magyarok. Az egyházüldözést a vallás és a Vatikán ellenesség határozta meg. A papok egyharmadát bebörtönözték, a papi utánpótlást megszüntették, kihalásra ítélték a római katolikus egyházat. A 41 aktívan szolgáló kárpátaljai magyar pap közül a megfigyelések és koncepciós eljárások után 19-et vittek a gulágra, munkatáborba. Legtöbbjüket az ukrán büntetőtörvénykönyv 54. paragrafusának különböző cikkelyei alapján koholt vádak, hazug tanúvallomások alapján ítélték el 5 vagy akár 25 évi javító munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre. Az atyák különböző szénbányákban, építkezéseken napi 12 órát dolgoztak, de a lágerben is megerőzték hitüket. A meghurcolt papok közül a Szovjetunió felbomlása után többek boldogálvatását tárgyalták, köztük az én néhai keresztapámét, Árvai Dezső is. Árvai Dezső a fogolytáborban is folytatta papi hivatását, 10-15 ezer hadifogoly és a táborba szállított polgár jelen volt összezsúfolva. Ott végeztem szent misét, mondja, advent vasárnapján, kenyérrel, egy poharat használva a kehely gyanán. Így emlékezett vissza. 1950-ben vallomásában a következőket mondta, a gyermekek hitoktatása miatt nem érzem magam bűnösnek, csak papi kötelességeimet végeztem. 5 évet töltött a mínusz 40 fokos hidegben, ahol a tél 10 hónapig tart, és abból 3-4 hónapig a nap sem látható, teljes sötétség van. Több szerve károsodott hidegben, végzett nehéz munka következtében, ételt keveset kapott. Testét megtörték, de hite sziklaszilárd maradt. 1956. május 8-án visszanyerte teljes szabadságát. Munkácsra pünkösd vasárnap érkezett meg. Több százan várták a vonatnál virágcsokrokkal, sokan a környék településeiről érkeztek. Ezután határozta el, hogy Tiszaújlakon, ahonnan elhurcolták, fogja leélni hátralevő életét. Megromlott egészségi állapota következtében 1962-ben vesztette életét. Egyébként 25 évi börtönre ítélték, képzeljétek el. Azért, mert a katolicizmusban hitt, és abban, hogy a Jóisten segedelmével a magyar gyerekeket a katolicizmusra fogja oktatni. Példaképe volt a keresztény és a magyar tanúságtételnek. Hívei sosem látták őt félni. Életével, tanításával, az igazság értekében Isten országáért dolgozott. Egyik hívének többek között a következőket írta. Üldöztetésemet úgy fogadom, hogy az Isten nagy bölcsességével, végtelen jóságával biztosan javamra fogja fordítani. Ez a szellemiség szolgáljon példaképül
nemzetünk utódai számára is. Megköszönöm tisztelt figyelmeteket!